Szevasztok, Power Builderek! A mai részben az örök kérdések egyikére fogom keresni a választ, azaz, hogy sumóban vagy konvencionálisban érdemes húznod. Előre is elnézést kérek, hogy ez egy ilyen nesze semmi fognek jól típusú videó lesz, ugyanis egy örök kérdés eldöntésében szeretnék segíteni neked, de nem ismerlek téged, nem tudom milyen adottságaid vannak, testfelépítésed, gyengeségeid, erősségeid, céljaid, mobilitásod és mi egymás. Ettől függetlenül szeretnék egy kis iránymutatást adni, ami segíthet megtalálni a számodra megfelelő felhúzás stílust. Kezdjük onnan, hogy kívülről nagy különbségeket látunk a két felhúzás stílus között, de a valóságban ennél sokkal közelebb áll egymáshoz a két gyakorlat, mind mozgásilag, mind izommunkában. És itt rögtön szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy szumóban könnyebb és kevésbé macsó dolog nagy súlyokat mozgatni. Persze jó pofa ezzel viccelődni, hogy könnyebb, de hidd el, hogyha tényleg így lenne, akkor a világversenyeken mindenki így húzna. A legnagyobb különbség a testarányok szempontjából lesz a két gyakorlat variáció között, ugyanis az, hogy neked melyik variáció lesz a jobb, a láb, a felsőtest és a kar hosszának egymáshoz viszonyított arányán múlik. A felhúzás során annál előnyösebb pozícióból indulsz, és annál könnyebb lesz felemelned a súlyt. Minél nagyobb szöget zár be a felsőtested a talajjal, azaz minél feljebb néz a mellkasod. Ha hosszú karjaid vannak, akkor akár konvencionális felhúzás során is 30-40 fokos lehet ez a szög. Azonban ha rövidebbek, akkor csupán 10-20 fokos. Így a hátadnak sokkal nagyobb erőkkel kell megbirkóznia, és a csípőd is messzebb lesz a rúdtól. Tehát a csípő feszítő izmaira, a combhajlítóra és a farizomra is nagyobb terhelés hárul. Ezen arányok méregetésére is van módszer, de szerintem sokkal egyszerűbb és hatékonyabb, ha simán felveszed a konvencionális felhúzás kezdő pozícióját, és megnézed magad a tükörbe, hogy mennyire van előredőlve a felső tested. Ha nagyon, akkor neked valószínűleg a szumó felhúzás jobb lesz, viszont ha csak egy kicsit, akkor jó eséllyel a konvencionális felhúzásra is el fogsz boldogulni. A másik kérdéses dolog a mobilitás és a csípő felépítése. Limitált csípő mobilitással már valószínűleg a konvencionális felhúzás kezdő pozíciójánál nehézségekbe fogsz ütközni, ami egyszerűen annyit jelent, hogy képtelen leszel kiegyenesíteni az alsó hátadat. Ilyenkor természetesen a sumó az jobb választás lesz, amellett, hogy dolgozol a csípő mobilitásodon, ugyanis széles terpezben közelebb kerül a rúd, és nem kell olyan mélyre hajolnod, másrészt a csípő képes lesz oldalirányba is nyílni. A mobilitás mellett döntő faktor lesz a csípő felépítése is. Az ideális sumó felhúzáshoz a térdédet képesnek kell lenned oldalirányba tolni, majd ezt megtartani végig az erőkifejtés során. Ha bemásznak a térdeid a gyakorlat végzése során, akkor ez jelezhet gyengeséget is, de ha már a kezdőpozíció felvétele is problémás, akkor ez a csípő korlátozására utal. Aztán nem ritka az sem, hogy azzal találod szemben magad, hogy a két stílus egyaránt jól megy, kényelmes és magabiztos. Ekkor segíthet a döntésben a gyengeségek és erősségek vizsgálata is. Ha hasonlóan jónak érzed a két stílust, de szignifikánsan erősebb a szumód, akkor valószínűleg gyenge a hátad. Viszont ha a konvencionális húzásod jelentősen erősebb, akkor valószínűleg a combfeszítőd lesz a gyenge láncem. És miután már ennyit beszéltem, jó eséllyel még mindig nem sikerült eldöntened, hogy melyik lesz a te saját felhúzás variációd, ezért főleg, ha nem olyan régóta üzed ezt a sportot, azt tanácsolom, hogy tanuld meg mind a kettőt rendesen. Adj nekik időt, erősödj meg bennük, és ekkora már lesz egy elképzelésed arról, hogy melyiket érzed jobbnak, erősebbnek, kényelmesebbnek. És nem utolsó sorban, hogy melyiket szereted jobban, ugyanis ez sem egy elhanyagolható szempont. És akkor ennyi lett volna a mai részünk, remélem, hogy azért tudtam valamiben segíteni, és ha kérdésed van, azt várom kommentben, egy hét múlva pedig újra találkozunk, addig is a génz legyen veletek, szevasztok!